estét kívánok, kezet csókolom. Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket a készülődés, az ünnepvárás reményteli boldog perceiben a Pöndöly Tánc Együttesek adventi műsorán. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhetünk el szokatlan, de reményeink szerint hagyományt teremtő műsoron, amelyben az év végére beérő, de most még készülőben lévő koreográfiákat mutattak be a táncosok. A produkciók most vannak születőben. Mi sem lehetne alkalmasabb időpont a bemutatásra, mint az adventi készülődés időszaka, hiszen közeleg az év legboldogabb napja, a születés ünnepe karácsony. Az ünnep jó alkalom arra is, hogy egy pillanatra megálljunk, és számvetést készítsünk az elmúlt évről. A nagypöndölyös fiúk az előző évben kezdtek foglalkozni ördöngös füzes férfi táncaival. Ennek az északmezőségi falunak férfiakat próbáló táncával gyűjtjük meg képzeletbeli adventi koszorunk első gyertyáját. We'll be right back.
karácsony készül emberek. Szépek és tiszták legyetek, súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyerekek. Vas Albert gondolatait idézve, gyújtsuk meg a második gyertyát, és varázsolódjunk el a pici pöndölyösökkel, és legyünk velük újra gyerekek.
önökkel. Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. A belső békét sugárzó rend kevésbé lesz felfedezhető a pipitér mozgalmas céki koreográfiájában. Képzeletbeli harmadik adventi gyertyánkat az ő lelkesedésük, lendületük, táncszeretetük gyújtja meg. Thank you.
gyertyalángja még nem tűz, de benne van a meleg ígérete. Két gyertya még nem világosság, de magában hordozza a fény üzenetét. Három gyertya még nem a megérkezés, de bizonyíték arra, hogy a remény születőben van. A négy adventi gyertyalángja még nem a várva várt beteljesülés, de jelzi a karácsony eljövetelét, a megváltó születését. A négy gyertya, az adventi koszorú fényei évszázadok óta a biztosan bekövetkező örömhírre hívják fel figyelmünket. A nagyok rimóci táncai nyitják meg a negyedik gyertyát, a pöndő képzeletbeli adventi koszorúját.
képzeletbeli Koszovóból már mind a négy gyertyai. Most következő fellépők, a legkisebbek, segítenek felidézni az előző év legszebb pillanatait, hogy mindazt, ami szép és jó volt az elmúlt időben, eltehessük emlékeink polcára, és abból erőt veríthessünk az új esztendő napjaira is. Az ormánságit táncoló apró lábak elsősorban szüleiknek kívánnak ezzel a produkcióval meghitt békés karácsonyt. Thank you.
következnek Radák Márton és Mészáros Vince tanítványai. Műsorunk a végéhez közeledve kezükbe veszik hangszereiket és visszavetítenek minket székre, abba a kis mezőségi faluba, ahonnan a mai napon táncot is láthattak már. A zenekar tagjai Pilotás Bence, Donovál Márton és Torc Sándor. Az énekes közreműködők Hegedűs Blanka, Hegedűs Luca és Haraszti Borbán. Thank you.
Hölgyeim és uraim, mielőtt a mai este utolsó műsorszámát bekonferálnak, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a zenekar tagjait. Oberhofer Csenge Hegedű. Deáki Márton klarinét, támogató szakszofon. Mészáros Vince Brácsák. Kis Alfred cimbaló, kis dob. Deáki Péter nagybőgő, nagy dob. Holnap után meggyűjtjük az első gyertyát az igazi adventi koszorún, és higgyék el, pillanatok alatt elérkezik karácsony. Magam és a pöndöly táncosai zenészei nevében kívánok önöknek várakozással teli adventet és szeretetteljes áldott karácsonyt. Befejezésül egy betlehemes játékot láthatnak a pöndöly tánc együttesek előadásában. Ezzel a műsorszámmal én is búcsúzom, legtisztelő figyelmüket megköszönve, és további szép estét kívánok. Ott
tengeren is túl, ott alad a kis kurta farkú malac túl. Bejártam Ázsiát, Afrikát, Amerikát, Ausztráliát is. És voltam még Amerikában is. Sehol be sem írhatok egy pohár pálinkában. Pedig még a királynál is voltam ebédet. És mit kaptál lenni? Na hát az első fogás volt bagolygyerítés. Aztán jött kerencelyögés, csibeordítás, borjukörögés, a végére meg egy kis füles kocsibörgés. De ti ideben megisztok, megesztek mindent? Szegény öreg apátok penészes szakállára meg nem is gondoltok? Itt áll? Jaj, hát persze itt állok, nem látod olát. Itt áll-e ott? Itt a hát, meg még most is megindám, ha volna mit. De ti ideben megittatok, megettetek mindent. Még ez a gircses törcsön fel fogja jutni a hátatokat mélyet! Halljátok, állod le zöldre, megütjük a botrát. Szálljátok le, karácsony angyalok! Szölgessetek már ma este minden pici adatot, palotába és kunyhóba nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet! Glória! Hallod, öreg, angyal szó! Hallom, egy fél méteres kolbász tekeredik a nyakamra. Glória! Hallod, öreg, angyal szó! Hallom, hogy a töltött káposzta veszekszik a fazokba. Nem fél a bőrével, vagy megfél az észülőt zsenivel? Glória! Gyere, Betlehembe! Oda-oda, vén tehembe! Nem öreg, Betlehembe! Sós fölözött rá? Nem öreg, kis Jézus kívánom! Gyere, öreg, csokkolj meg a Jézuskát! Megcsokkoljam a Nórikát! Megcsokkoljam a Mónikát! Megöljem a pöröcöt. Gyere, vesfereszted! Na, adjátok ide azt a 777 ágú vasvilágot! Hadd piszkálom kiszemelből azt a rögyöklőmű csípát! Mit álmodtál, öreg? Én azt álmodtam, hogy megszületett a messiás. Halljátok, új hírt mondok, pásztoroknak nagy dolgot, fiú Isten ember lát, mint kisgyermek született. Szép jelen! Amit pedig hallasz, nem a fület csengi. Nem érti az könnyen, első szóra sem. Megszületett a kis Jézus, dicsérjétek!